Bugyit villantott az Aradi Varga show sztárja. Varga Ferenc József egy elektronikai boltban vásárolgatott és kipróbált egy zseblámpát. A lámpa fényét véletlenül egy hölgyre irányította, aki épp lehajolt és kilátszott alsó neműjének egy része. Varga Ferenc József ezt villantotta meg. De aztán kikapcsolta a zseblámpát és elment kenyérért. Azt a mindenit. Most jön, amit sok ezren fognak megosztani, Hajdu Péter döbbenetes kapcsolata az ATV humoristájával. Már hetek óta folynak a találgatások, ki volt az Aradi Tibor mögött kézenfogva sétáló fiatal nő egy Lagzi Lajcsi VS tankcsapda koncerten. Lapunk munkatársa nemrég megtudta a döbbenetes hírt. A lány az nem más, mint Kálnoki Anna Mária, aki egy évfolyamon végzett Hajdu Péter szembe szomszédjával, még általánosban. Varga Ferenc József ledobta ruháit. Ez még viccnek is rossz egyébként. Az Aradi Varga show sztárja egy brutális fogyókúra következtében nagyon meghízott, ez igaz, és a plusz kilóknak köszönhetően döbbenetesen kihízta pár ruhadarabját, például egy farmer kabátot és egy sálat. Amikor ezt észrevette, olyan dühös lett, hogy kinyitotta az ablakot és az utcára dobta nem kellő ruháit. Ki tudtam hízni egy sálat, na? És akkor jöjjön a legutolsó. Berki Krisztián eltitkolt gyerekének egyenesági édesapja Aradi Tibor. Még dolgozunk a hírben rejlő logikai buktatók több napig tartó megfeszített munkát igényelnek.